Jó estét kívánok, ahogy mondtam, 11 év után itt ül a Hír TV stúdiójában Bayer Zsolt. Szervusz! Szervusz, jó estét! Mi vagy te, Echo TV műsorvezetője, publicista, blogger? Ilyesmi. Megmondó ember és réme. Pont ugyanaz vagyok, mint te. Minden esetre, mielőtt belekezdenénk, megnézzünk egy meglepi bejátszást. Az Öszödi beszédben hosszan fejtegeti azt, egyébként név szerint megemlítve Surányi Györgyöt, és talán még, hogy hívják a Trigánit? Demjánt. Demján Sándort. Azt fejtegetődjön a legnagyszerűbb szakértőink is, amikor számolni kell, akkor csődöt vallanak, és elmond egy példát. Azt mondja, hogy elétettek egy javaslatot, hogyha az ingatlanadót bevezetik, méghozzá nagyon alacsonyan, ha 5 milliós értékhatárnál húzzák meg az alsó határt, ami hát tényleg egy vicc. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindenki, aki bármilyen lakásban lakik, érintett. És bevezetik az ingatlanadót, akkor ez meg az meg amaz lesz, majd folytatja Gyurcsány az Öszödi beszédben, valahogy így fogalmaz, gyerekek, el tudjátok képzelni, hogy a végén kiderült, hogy ha bevezetjük az ingatlanadót 5 milliós értékhatárnál, akkor összesen 20 milliárd forint bevétele lesz a költségvetésnek. Azért meg minek? Az a bizonyos Öszödi beszéd, amit olyan sokat lehet elemezgetni, nem is sokat változtál egyébként, Filip időközben már megőszül, én meg megkupaszodom. De mit jelent számodra az, hogy ismét itt vagy a Hír TV-ben? Egyáltalán mit jelentett az akkori Hír TV, amit aztán sok idő után elhagytál? Hű, de sokat kérdeztél egyszerre. Kezdjük onnan, hogy mit jelentett az akkori Hír TV. Hát nyilván mindent. Hát ez volt az első, ez volt az alfa, a kiinduló pont. Ez volt a mi televíziónk. Amíg emlékszel a klasszikus balos mondatra, ha jobb oldal akar magának tévét, akkor vegyen magának, csináljon magának. Nem Medgyessy Pétertől szerint. Jó, Medgyessy Péter volt. Hír TV lett ez a televízió, ami meg lett csinálva mi nekünk, és azt hiszem, hogy szinte mindannyian itt kezdtünk. Aztán 2007-ben mentem én el a sokkal szegényebb, sokkal kezdetlegesebb, kicsit sárga, kicsit savanyú Echo televízióhoz, de hát a Hír TV az ugyanaz volt. Az ember minden nap megnézte mind a kettőt. Néztem továbbra is a saját régi műsoraimat, új műsorvezetőkkel, új szereplőkkel, Hír TV-s kollégák, aztán sokkal később már 2010 után, tudom én, békemenet, első békemenet, második békemenet, Hír TV-s kollégák ott jöttek előttünk az első sorban, mindig ők interjú voltak meg legelőször, nagyon szerettük egymást. Hát aztán történt, ami történt. Az egy érdekes pillanat volt. Nagy kérdés persze, hogy az a kétharmadot adó politikai többség, amely a jobboldali kormánypárti nézetekkel szimpatizál, az értékes odafigyelésével és tekintetével eltart-e majd két televíziót, és ki milyen helyet talál magának a jövőben? Erről mit gondolsz? Hát erre, ha megengeded, egy picit hosszabb választ tudok csak adni neked. Először is magát a helyzetet kéne egyszer átgondolni, ha már itt vagyunk a Hír TV-be újra. Ugye próbáljuk meg először is modellezni ezt az egész elmúlt három évet egy ellenpéldán keresztül. Képzeljünk el egy szituációt, most hirtelen nem jut eszembe más médium, ami lefedhetné az egykori és újra jobboldali Hír TV-t. A hócipőt megszállja a 888.hu. Én a klubrádióra gondoltam. Ugye annak van egy tulajdonosa, majd eszembe jut a neve, egy ilyen elkötelezett baloldali ember. Csinálja a klubrádiót, ott vannak a baloldali ikonok, a Bolgár Györgytől a Bóbánatig. És képzeljük el, hogy egy pillanatban Arató András, azt hiszem úgy hívják a klubrádió tulajdonosát, tehát a klubrádió simicskája egy februári napon bejelenti, hogy a Gyurcsány, mindenki, aki a bal oldalon, meg a liberális oldalon van,
az egy gély, és ő mostantól Orbán Viktorra tesz. Élete és vére a Fideszé és Orbán Viktori. Ugye ez megtörtént itt, csak egy ellenkező előjellel. És elindul a Klubrádió 24 óra múlva, nyilván a nagy bölények, a bolgár, stb. Azok távoznak, egy csomóan ott maradnak, és mintha mi sem történt volna, csinálják az új Klubrádiót. És onnantól kezdve a Fideszt imádják, meg a Orbán Viktort szeretik, Orbán Viktor, meg én, meg a minden kormánypárti politikus egymásnak adja a kilincset a Klubrádió stúdiójában, és a következő választást megnyeri a baloldal. Hát igen, és Arató András felméri a helyzetet, hogy ez így... Egy apró félelem motoszkál benne, lehet, hogy nem a legjobb lóra tett. Lehet, hogy nem jó lóra tett, és elegánsan távozik, és átadja a rádióját valamely jobboldali embernek. Baloldali embernek. És akkor így elérkezünk lassan a jelenbe, és akkor képzeljük el, hogy ott ebben a képzeletbeli Klubrádióban az immáron második váltást követően megint csak lesznek emberek nyilván, akik távoznak, lesznek, akik ott maradnak, az mindig különösen érdekes, mindig a maradók az érdekesek. Tehát azok, akik mondjuk a 2015 előtti Hír TV-ben tették a dolgokat, ahogy tették, aztán a 2015 február utáni Hír TV-ben mindenféle szemrebben is nélkül is tették a dolgukat, és most az augusztus 1-e utáni Hír TV-ben is szemrebben is nélkül teszik a dolgukat. Ezek az érdekesek. És csak arra kell figyelni, záró gondolatként, hogy nehogy véletlenül ők triumfáljanak. Hogy is írja Madács az ember tragédiájában? Mit mond Lucifer Ádámnak az egyiptomi színben? A tömeg, a végzet arra ítélt állata, mely minden rendnek malmán húzni fog. Na, ezt az ilyen meghatározás szerinti tömeget nem kéne hagyni triumfálni, hanem na de van egy fajta, kéne tenni. Van egyfajta versengés az áldozat szerepért is. Engem sokan bíráltak, bántottak, hogy miért mentem oda Egerbe, amikor ugye volt magyar nemzetes kollégák, csak hogy valahogy a legitimálják magukat, kriptokomcsikkal paroláztak és tartottak önsajnáltató előadást. Nyilván nem azért, mert az ember a kollégákat akarta megbántani, igyekeztem is egyébként viszonylag kulturáltan megszólalni, de hát nehogy már azok legyenek az áldozatok, akik elárulták a kollégáikat, a valódi áldozatok, akik 2015 februárjában lelépni kényszerültek. Ezt nekem mondod, ráadásul egy sokkal szegényebb, minden létező szempont szerint rosszabb helyzetben lévő televíziózókhoz jöttek át akkor is sokan, teszem hozzá mindjárt lényegesen kevesebb fizetés, és a többi, és a többi. Persze, hogy ők voltak az áldozatok. Meg azt különösen imádom, amikor mondjuk, ha már emlegetted a Magyar Nemzetet, a Magyar Nemzet gárdája, meg a Heti Válasz gárdája, reggeltől estig azon picsog, hogy a kormány meg az Orbán bezáratta őket. Nem a Lajos záratta be? De csak hogy kérdezem, tehát nem Luigi volt, aki megígért mindent, gyerekek, mostantól a Jobbikot imádjuk, meg a szocikat, meg mindenkit, meg az Orbán a patás ördög, de majd meglátjuk, lesz itt minden. Aztán, amikor bukott a választáson, az, akire ő tett, akkor 24 óra alatt bezáratta a médiumait. És most mindenki azt mondja, hogy a kormány záratta be. Hát coki. Hát gondolkodni kéne egy kicsit, nem? Jó, de van egy másik oldala is ennek az éremnek, ahogy itt hosszan bejöttél a stúdióba, és az egzogos folyosókon eljutottál ideig, hát itt rengeteg kollega dolgozik, és a televíziózás az egy szakma. Nagyon sok hozzáértő embert igényel, nem egy jobb vagy baloldali szakma, hanem egy szakma. Tévét készíteni. Én nem is arról, nyilván van itt, ahogy a saját tévénkben is van egy rakás ember, akik nélkül nem lehet tévét csinálni, és nem is elsősorban azok, akik a képernyőn vannak, mert elárulom minket a legkönnyebb helyettesíteni. Operatőrt, jó szerkesztőt, vágót, az sokkal nehezebb. Tehát nyilván, ha egy televízió
működni akar, és azt akarja, hogy legyen valami a képernyőn, és ne monoszkóp legyen, vagy fekete, hát akkor igen, az emberekre szükség van. Nem is, egyébként nem is őróluk beszéltem, mert amúgy kit érdekel, hogy egy operatőrnek speciál milyen a politikai beállítottsága. Nem róluk van szó. Sokkal inkább itt, ugye itt a képernyős mindig az a kényes kérdés. És azt ugye nyilván senki nem gondolta, hogy amikor a Hír TV visszatér oda, ahonnan kiszakították, hogy akkor a Kálmán Olga itt fog maradni. Tehát, és nem is a Kálmán Olgával van baj. A Kálmán Olga itt is azt mondta, amit a előtte. Ő csak kihasználta le, ide hívták. Sok pénzért azt ide jött, rendben van. Valamiért nem az a tévében nem csókolgatják egyébként körbe azóta. Nem a Kálmán Olga, nem a Puzsérral van baj. Ő Puzsér elvtárs is ide jött, csinálta a dolgát, ide lett hívva. Nem ez a baj mindig azokkal van, akik 2015. február 5-e után letették a hűségesküt, és elmondták, nyilván elmondták, hogy gyerekek, de jó, hogy itt vagy, de jó, hogy itt minden megváltozik, hogy mi mit összeszenvedtünk itt a Fidesz alatt. És ugyanezek közül sokan, hidd el nekem, augusztus 2-án is elmondták, hogy de jó, megjött a felszabadító csapat, Istenem, vége, hogy mi mit összeszenvedtünk itt a Kálmán Olgával, te. Ezekkel van a baj, bogaram. Elmondjuk egy rémálmot minden esetre, hogyha április 8-án Karácsony Gergely ellentmondást nem tűrő fejjel felszólítja a köztársasági elnököt, hogy nehogy megpróbálja elhúzni a hatalom átadását a Karácsony, Vona, Gyurcsány, stb. Kormányzatnak, és ez valóban esetleg szörnyű módon így történik, és ez a nagyon furcsa koalíció feláll, akkor nem tudom, hogy minket azok a kollégák áldozatként kezeltek volna én. Nem, pont. Erre ez a válasz. Persze, hogy nem. Na de búcsúzóra egy kicsit könnyedebb téma, mert mondtad, hogy a műsorvezetőket a legkönnyebb lecserélni, és lehet, hogy nekünk is megvannak ám számlálva a napjaink. Most megpróbálok egy kicsit matekozni, hogy október 13-a 14 óráig van ugye 30, 43, 44, 45 nap, de majd kijavítanak a kedves nézők, ha rosszul számolom. Gigantikus tüntetés szervez Heller Ágnes erre a napra, a nacionalizmus ellen az egységes Európáért címmel. Ahogy írjuk, nem lennénk most Orbán Viktor helyében, a Pesti Srácokon, napvilágot látott a hír, hogy Heller Ágnes óriási tüntetés szervez. Igaz, eddig még csak 122 ember jelezte a részvételét, de hát van még másfél hónap. Nem tartasz-e attól, hogy Heller felszabadítja a lappangó indulatokat, és véget ér a kereszténydemokrata kurzus? Ugye most hülyéskedsz. És ugye komoly hírekről beszélünk. És ugye természetesen ezt majd meg fogjuk beszélni hétfőn a sajtóklubban is, nyilván fordított felállásban. Amúgy nem tartok tőle, és az, hogy milyen állapotban van jelen pillanatban a mi ellenzékünk, és ez alatt nyugodtan mondhatjuk a MSZP-től az LMP-n át a Jobbikig terjedő spektrumot, hogy milyen állapotban vannak, hát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Heller Ágnes szervez gigatüntetést jelen pillanatban 120 résztvevővel, és biztos vagyok benne, hogy majd az általam említett ellenzéki pártok előbb-utóbb majd mind oda kuncsorognak Heller Ágnes mögé, és akkor majd ugyanazok elmennek erre a tüntetésre, akik az elmúlt fél évben megjelentek a létező összes tüntetésen, és aztán megint semmi sem fog történni. Európa, ha már Heller Ágnes Európa megvédéséről beszél, Európa éppen most kezd ébredezni. Ezt Orbán Salvini találkozók, osztrák választások, Chemnitz, a németek első komolyan vehető lázadása, mind-mind azt jelzi, hogy Európa ébred, és pontosan azért ébred, hogy soha többé ne jöjjön el a Heller Ágnesek világa. Majd megnézzük a Munkásmozgalom története című könyvet, egyébként mi van október 13-án, mert biztosan, hogy nem valami véletlen. Valami évfordulónak kell lennie, persze. Minden esetre Zsolt, köszönjük szépen, hogy eljöttél 11 év után a Hír TV-ben. Köszönöm szépen.